A Saxum Kft. Munkatársai vágják a korhat balesetveszélyes fákat a laktanya közben. Lakossági bejelentés is érkezett, hogy a tavaszi időszakban zavaró a nyárfák virágzása, ezért is ritkítják a fákat. A munkát az önkormányzat rendelte meg. Természetesen nem az összes nyárfát vágják ki, csak az útra kilógó balesetveszélyes fákat. Összesen 10 darab nyárfát, illetve korhat fűzfát fogunk kivágni ezen a területen. Tervezzük a pótlását, bár azt, hogy mennyi darab és milyen típusú fát fogunk elültetni, azt a költségvetés elfogadása után és a városüzemeltetési szerződés megkötése után tudom majd elmondani. Fakivágásokkal kapcsolatos lakossági bejelentéseket a polgármesteri hivatal környezetvédelmi osztályán tehetnek. Ha közterületen lévő fa kivágását szeretnék kérni, akkor az engedélyköteles tevékenység. 2008-ban elfogadott kormányrendelet alapján kell engedélyt kérni. Az engedélyben nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, hogy a fákat pótolja, a pótlást egy éven belül meg kell oldania. Fakivágást akkor engedélyeznek, ha élet, vagyonvédelmi vagy egészségi okokból problémát jelent, ha esetleg gátat szab egy beruházásnak, és ha nem sért természet vagy környezetvédelmi érdekeket.